Sziasztok, Balázs Benyami vagyok, a SolarKit napelemes cégnek az operatív vezetője, és a mai beszélgető partnerem Tóth Csaba, a Rák és Rák fogaskerékgyártó BT-nek a tulajdonosa. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy fogadtál minket. Mivel foglalkoztok itt? Mint a nevében is benne van, ugye fogaskerékgyártás a fő profilunk. Azon kívül gyártunk mindenféle gépalkatrészeket, hajtástechnikai gépelemeket, de 90%-ban kimondottan inkább a fogaskerék gyártása fő csapásvonalunk. Két telephelyen rendelkezünk, egyik az itt van most, ahol vagyunk ugye Szadán, másik pedig Kistelken. Kistelken már egy működőképes napelemrendszerrel rendelkezünk június közepe óta, 2022. június közepe óta. Itt pedig most van bevezetés alatt, illetve már az apparát már fönn van, a hardware teljesen fönt van. Héten lesz készreszerelve, aztán itt is elkezdjük használni. Mekkora a napelemes rendszer egyik, illetve a másik telephelyen? Mind a kettő helyen 50-50 kW van. Itt rendelkezünk 10 kW-os akkumulátorral, illetve túlpaneleztük a egész rendszert egy 40%-ba, és tervezzük, hogy Kistelken is túlpanelezzük az egész rendszert. Amikor kisebb napsütés van, akkor is jobb hatásfokkal tudjon dolgozni, ugye főleg most ebben az energia instabilitásban ez nagyon jól jön. Miért döntöttek abban amellett, hogy napelemes rendszert telepítetek mind a két üzemre? Mi volt az oka ennek? Az egyik fő oka az, hogy zöldek legyünk. Amikor gyártunk valahova, sok papírt ki kell tölteni, amikor beszállítani akarunk lenni egy multinak, és kitérnek már az energiahatékonyságra, kitérnek már arra, hogy mennyire vagyunk zöldek. A másik rész az, hogy pályázat, eszközbeszerzés pályázat keretén belül megújuló energiaforrással is rendelkeznünk kellett, vagy illetve, hogy előírás volt, hogy legyen megújuló energia. Mind a két telephely esetében mi végeztük el a munkát, ugye a SolarKit napelemes cég. Mi volt fontos neked a cég kiválasztásánál? Mik azok a tényezők, amik fontosak voltak, amit figyelembe vettél? Hát itt a KKV szektorban dolgozó cégek közül mi is árérzékenyek vagyunk. 5 vagy 6 helyről kértünk be ajánlatot, a tietek volt a legjobb. Talán az ügyfélközpontuság is, az ajánlat is mutatta azt, amit kaptunk tőletek, hogy nagyon felkészültek vagytok, nagyon értelmezhető volt, a kérdésem volt, nem kellett várnom napokig a válaszra, a telefonon elérhetőek vagytok, e-mailben, kommunikatív volt az egész. Úgyhogy nekem ez is már nagyon fontos dolog volt, illetve az ár elsődlegesen az, amiben bőven-bőven. Legalább a másodiktól legalább egy 10-15%-a jobbak voltatok, de ezt nem kell tudnotok. Ugye mondtad, hogy akkumulátor is van, ugye itt Huawei eszközök lettek telepítve. Mennyire volt neked fontos, hogy mondjuk egy megbízható gyártónak, mint például a Huawei-nek az eszközeit szereltess fel az üzembe? Hát nagyon fontos. Hát az üzembiztonság az, hogy a gyártás mindenféleképpen működik, megy a termelés, nem állunk le rendszerhiba miatt. Mint minden befektetésnél, minden fejlesztésnél ugye azért fontos az, hogy a bekerült tőke mennyi idő alatt térül meg. Számoltál ilyen megtérülést a napelemes rendszer esetében? Igen, számoltam. Tavaly, amikor ebbe elkezdtünk gondolkodni év elején, akkor ilyen 5-6 évet számoltam a megtérülésre, 7 évet. Ha jól emlékszem, akkor annyira jött ki. Viszont jelen energiárak mellett ez 2-3 évre redukálódott le. Ha marad ez a tendencia, hogy nem csökkennek az árak, akkor 2-3 éven belül meg fog térülni. Nagyon fontos kiemelnem, hogy ennek a rendszernek köszönhetően napelemmel vagyunk ugye felszerelve, nem kellett energia árak miatt emelnem rezsióra díjat, árakat. Igen, mondhatod, hogy nagyon fontos egy-egy beszállítónál, ahova mentek, hogy környezetudatosak legyetek és meg kell jelölni. Azt gondolom, hogy minden embernek, minden cégnek a környezetudatosság az bele kell, hogy ivódjon, és nem kötelezettségszerűen kell, hogy jöjjön, hanem ösztönösen kéne, hogy vigyázzunk a bolygónkra, ugye nagyon fontos. Igen. Terveztek valamilyen beruházást még a közeljövőben, ami az energetikára hatással van? Beruházást tervezünk.
Nyilván, ha megnöveljük a csarnokunkat, jönnek új gépek, az energiafelhasználásunk minimum 78%-át megújuló energiából szeretném fedezni persze.